A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. Ismeretlen tettes ellen folytatnak eljárás lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt a Miskolci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. Az ismeretlen személy egy miskolci nagyáruház zárt öltözőjének egyik szekrényéből fülhallgatót és bankkártyát tulajdonított el, melyet több alkalommal pénzkísérelt meglevenni. Kérjük, aki felismeri a bemutatott férfit, hívja a Miskolci Rendőrkapitányságot. A Győri Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopásvétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki a vidéki buszpályaudvar működő utasellátó büféjében a pult mögül besúrant, és onnan a bevétel tartalmazó zacskót tulajdonította el. Kérjük, aki felismeri az elkövetőt, hívja a Győri Rendőrkapitányságot. Eltűnése miatt keresi a Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya Winkler Terézia 66 éves zalapusztai lakost, aki április 1 óta otthonából ismeretlen helyre távozott, életjelet nem adott magáról, a bevezetett intézkedések nem vezettek eredményre. Kérjük, aki tud nevezett tartózkodási helyéről, hívja a Keszthelyi Rendőrkapitányságot. Lopásvétség gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen a 7. kerületi rendőrkapitányságon. Az ismeretlen személy egy Rákóczi úton lakás konyhájából eltulajdonította a sértett Apple típusú laptopját, valamint 2 darab lakáskulcsot. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személyt, hívja a 7. kerületi rendőrkapitányságot. A 14. kerületben lopásvétség gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen. A képen látható férfi az Ungvár utcai lotózóban az egyik vásárló pénztárcáját a benne lévő készpénzzel együtt eltulajdonította. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személy tud tartózkodási helyéről, hívja a 14. kerületi rendőrkapitányságot. A 18. kerületben eltűnése miatt keresik Barkóc Vivien 16 éves budapesti lakost, aki egy budapesti gyermekotthonból engedély nélkül ismeretlen helyre távozott, és oda nem tért vissza. Tartózkodási helye ismeretlen, lány 150 cm magas, normál testalkatú. Kérjük, aki tud nevezett tartózkodási helyéről, hívja a 18. kerületi rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre. Viszontlátásra! A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.